Ebben a mai videóban a növekedési hormonról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Gyerekkorban a növekedési hormon feladata, hogy elősegítse a gyermek növekedését, tehát hogy fejlődjön a teste, míg felnőtt korban az öregedésünket lassítja, így közvetetten végül is az egészségünkre is hatással van, mert ugye ha később öregszik el a testünk, a betegségek esélye is alacsonyabb lesz. Ahogy öregszünk, a növekedési hormon szintünk egyre csökken. Ez azért lényeges, mert a növekedési hormonnak védő hatása van a testünkben lévő fehérjékre, így a szintjének csökkenésével a bőrünk, a hajunk, az ízületeink állapota romlik, és csökken az izomtömegünk is. A növekedési hormon a fő zsírégető hormon, tehát a fogyás főszereplője, így a szintjének csökkenésével a zsírégetés hatásfoka is csökken a testünkben, emiatt van az, hogy ahogy öregszünk, egyre nehezebben tudunk lefogyni. A növekedési hormon nevében benne van, hogy a növekedés elősegítése az egyik fő feladata, tehát például az izomtömeg növekedését végzi, növeli a csontok sűrűségét, illetve a kollagén termelődésére is hatással van. A növekedési hormon fő feladatai a sejtek újratermelődésének segítése, a sejtnövekedés, a sejtek regenerálása, például sérülések vagy stresszt követően. Összefüggésben van a kognitív funkciókkal is, alacsony szintjének egyik biztos jele a memóriaromlás. Létfontosságú szerepet játszik az immunrendszer fejlődésében is, serkenti a csecsemőmirigyet, hogy T-sejteket termeljen, például étes betegeknél végzett vizsgálatoknál mutatták azt ki, hogy a külsőleg beadott növekedési hormon növelte az immunitásukat. Először is növelhetjük a szintjét az alvással, tehát az alvás alatt sok növekedési hormon termelődik, a kisgyerekek ezért is alszanak sokat, mert ugye ezáltal hatékony lesz a fejlődésük. Tudjuk, hogy a mediterrán életmód az egyik legjobb egészségtámogató, amely leginkább elősegíti a hosszú egészséges életet, és nem elsősorban az elfogyasztott ételek miatt, ahogyan azt sokan gondolják, rengeteg tésztát, gabonát esznek például, hanem sokkal inkább a sok napon töltött idő miatt, ami ugye magas D-vitamin szintet eredményez, illetve ami ide tartozik, a délutáni siesták miatt, azaz, hogy délutánonként is lepihennek egy-két órára az emberek, ami kortizol csökkenést és növekedési hormon növekedést eredményez napközben is, nem csak éjszaka. A magas intenzitású intervallum edzés fokozza a növekedési hormonok termelődését. Az ilyen edzésekre az egyik legjobb példa a sprintelés, tehát mondjuk 1-2 percen át teljes intenzitással futunk, vagy kerékpározunk, max erőkifejtéssel, majd utána pár percig lecsökkentjük az intenzitást, mondjuk kocogunk, majd utána újra sprint, és így tovább. Ezért is nőnek magasra a rövid távfutók, azaz a sprinterek. Ugye a hosszú távfutókhoz, a maratonfutókhoz képest sokkal magasabbak, mert az éveken át tartó sprint, majd pihenés folyamatos változása miatt rengeteg növekedési hormon termelődik a szervezetünkben, ami miatt ugye magasra nőnek. A bőjtölés az egyik leghatékonyabb módszer, hogy fokozzuk a növekedési hormon termelődését. Egy-két napon át tartó bőjt alatt akár 200%-kal is megnövekedhet a növekedési hormon szintünk. Ha van rajtunk felesleges zsír, a testünk a bőjt alatt nem az izomtömeget fogja felhasználni energia előállításához, hanem a lerakódott zsírokat, tehát nem fog csökkenni az izomtömegünk a nemevés időszakában, csak akkor, ha már nincs rajtunk több felesleges zsír. Ez egy olyan ősi túlélési mechanizmus az emberi szervezetben, amely több millió évre tekint vissza, hiszen rengeteg olyan időszak volt a sapiens és az előtte lévő fajok életében is, amikor volt, hogy hónapokig nem tudtak enni, így az ilyen időszakokban először a lerakódott zsírokat alakította át a szervezet energiává, és csak végső soron az izmokat, azért, hogy a lehető leghosszabb ideig legyen kellő izomtömege, és így ugye ereje az embernek, például a mamutot levadászni. A tétkezések alatt leesik a növekedési hormon szintje, főként a szénhidrátok a cukor hatására, tehát ha éveken át naponta 4-5 alkalommal eszünk, kevés növekedési hormon fog termelődni a szervezetünkben, más szóval gyorsabban öregszünk és hamarabb megbetegszünk a sok evéstől. Drámai mértékben csökken a növekedési hormonjaink termelődése, a stressz alatt is, azaz a stressz is felgyorsítja
az öregedésünket. Nagyon jól serkenti a növekedési hormonok termelődését a tiszta méhpempő. Ugye a méhkaptában a méhpempő kizárólagosan a méhkirálynő eledele, abból a célból, hogy rengeteg petét állítson elő, tehát rengeteg növekedési folyamat játszódik le a szervezetében. A kolostrum készítményekben lévő IGF egy számos funkcióját képes ellátni a növekedési hormonnak, azaz leegyszerűsítve a kolostrum szedésével is bizonyos mértékig növelhetjük a növekedési hormonjainkat. Az aminosavak serkentik a termelődését, főként az arginin, a kreatin, a triptofán és a glutamin, melyek elsősorban állati ételekben találhatók meg, de pótolhatjuk étrendkiegészítővel is. A mikrotápanyagok közül pedig emeli a szintjét a B3 vitamin és a C-vitamin, elsősorban a teljes értékű vitaminok, amelyek az élő ételekben vannak, és nem a szintetikus készítmények. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a növekedési hormonról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, nyomj rá a harang gombra is, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.